Que vai trazer o Vendig, Bruno Grillo, o Kistich e muito a Nitrania. Há tudo um neki a szót, és az előadás után dedikálásra lesz lehetőség itt kint az előadó előtt. Szép jó napot kívánok! Test és a lélek. Test és a lélek két nagy ellentét, legalábbis számunkra értelmi lényeknek. Nem tudunk összejönni a kettővel. Ha a test tudatot átveszünk, és annak érezzük magunkat, valami nagyon távoli dolog a lélek, ami nem valódi, nem megfogható, nem látható, és nem is érezhető. Viszont, hogyha valaki csak a lelket keresi, akkor számára a test lesz egy tisztátlan, fölösleges dolog, mert ő csak levegni szeretne, meg szállni a lélek madarában. Így ez mindig egy ellentét. Egy ellentét az embernek az anyag és Isten. Egy ellentét az embernek a test és a lélek. De tulajdonképpen, ha megnézzük azt, hogy mi honnan jövünk, mi kik vagyunk, valójában kik vagyunk, és miből jövünk. Ugye, ha visszamegyünk a fő történetében, vagy az egy univerzum történetében, akkor látjuk, hogy gyakorlatilag mi a semmiből jövünk. Ez a helyzet. Ezelőtt 3,5 milliárd éve született meg ez a bolygó, amit mi élünk. Addig a Föld nem is volt. 13,7 milliárd évvel ezelőtt, mondják a tudósok, ők ezt egész pontosan kiszámolták, mondják a tudósok, hogy történt az ősi robbanás. Megjelent a végtelen fény. És semmi más, csak fény, és fény, és fény. És ha meggondolod ebből a fényből, 5 perc alatt, ahogy ők számolják, a mi emberi 5 perc alatt időnket nézve, kiterjedt ez a fény univerzum méretére, amit ma ismerünk, hogy mi az univerzum. És álltak fényből a golyók, a forgó fény tömegek. És ebből a fény tömegből sűrűsödtek be a bolygóink. Azelőtt pedig nem volt semmi a tudósok szerint, hanem két mikroszkopikus részecske összeütközött, és lett belőle egy végtelen lény. Ez az ő elméletük. Ennek utána olvashatsz, máma itt tart a tudomány. A jogi azt mondja, hogy volt és van egy végtelen önvaló, egy végtelen egyetemes lélek, ami nem anyagi, ami nem látható, ami tulajdonképpen ő maga a tudatosság. És egy olyan tudatosság, amely önmagát mindig újra és újra megvilágosítja. És ez a tudatosság, és ez a tudatos lény, aki nem anyagi, de végtelen, végtelenségében, gondolom én most már, unatkozott, egyedül volt. Ugye Isten egy. És annak idején, mielőtt 13,7 milliárd évvel ezelőtt, ő tényleg egymagában volt, nem is szenvedett annyit, mint máma, rajtunk keresztül, meg általunk keresztül,
De akkor úgy gondolta, hogy valahogy meg kellene tapasztalni többet önmagából. Ezért azt mondja a jogi, hogy ez a végtelen, tudatos, isteni lény önmagából egy részt kivett, végtelenből, ha kiveszed egy részt, végtelen, és ez kiejtette a tudatosságot. És ahogy ezt a tudatosságot kiejtette, az a rész megjelent fényformájában. Tehát itt összetalálkozunk a tudományos elmélettel, és abban a pillanatban, amikor ő magából el akarta felejteni ezt a részt, hogy a tudatosságát elveszítse, akkor szét is darabolta magát. A fotonok formájában, a fény részecskék formájában, tehát sok milliárd, ahogy ő megjelent anyagiban, ő darabolódott. Ez a tudatosság. És tulajdonképpen a jogi azt mondja, hogy ezek a darabok aztán bent maradnak és hordozzák azt az elfelejtett tudatosságot, amelyből létrejöttek. Így a jógi szerint, Sri Aurobindo egész pontosan, aki ezt ilyen szépen leírja, azt mondja, hogy ugye ez a tudatosság maga, a lelki részek és a lélek, az elaludt. És a kőzetben, az ásványi világban teljes tudatlanságában alszik. És aztán ez a felső lény, aki még mindig a tudatos gyönyörében él, időnként felébreszti ezeket a részeit. És ahogy azok felébrednek, Csipke Rózsika állukból, azt mondják, ki vagyok én? És ahogy felébred, mindent elfelejtett, ki vagyok én? És ez a kérdés, hogy ki vagyok én, elindítja a folyamatot. Azt a folyamatot, amelyet mi evolúciónak nevezünk. És ez a lény, aki képes teremteni, aki tudatos tulajdonképpen abban, amit ahonnan jött, létrehozza az élőt. És az ásvány után megjelenik a növényvilág, megjelenik az állatvilág, az embervilága, és így tovább. És tulajdonképpen a lélek, meg a lelket, a lélek által létrehozott, fejezzük inkább így ki, test, azok párhuzamosan haladnak. A lélek tudatilag mindig többet megszerez a tapasztalatokból, és szépen fölfejlődik az ásványi elfelejtett tudatlanságából, visszaszerzi az isteni tudatosságot. És így Sri Aurobindo azt mondja, nagyon szépen fogalmazva, hogy Isten a kőzetben alszik, Isten a növény, a virágban álmodik, Isten az állatban fölébred, és Isten az emberben tudja, hogy ébren van. Tehát, ha megnézzük mi ezt a Földet, és valójában visszagondolsz, amikor ez a Föld csak egy kőzet volt, és semmi más rajta, akkor azt mondtad volna, hú, ebből gondolkodó lény legyen? Ebből önmagától mozgó lény legyen? Lehetetlen. És ez a lehetetlen szó, ez nagyon-nagyon kíséri ma is a tudatom. Azt mondod, az lehetetlen, hogy egy ember végtelenné váljon a tudatával? És nem biztos, hogy lehetetlen. Mert ez az evolúció, amiről beszélünk, ugye ez az idővel egyforma. Ő nem szűnik meg. Te hiába gondolod azt, hogy a mai ember egy kiforrott kész termék? Mi, a mai emberi lény, nem vagyunk egy kész termék. Ha az lennénk, akkor boldogak lennénk. Akkor mi nem szenvednénk. Isten teremtményében a végrehajtó erő, Isten ereje, a természet csak olyat hoz létre, ami tökéletes. És mi nem vagyunk tökéletesek. Ez tény. Mi valahogy elfogadjuk azt, vannak emberek, akik nem, de mondjuk mi, akik itt vagyunk, elfogadjuk azt, hogy van bennünk egy lélek. És mi úgy képzeljük, hogy ebben a testben van egy lélek. Tehát az a lélek belefér ebbe a testbe. Mikor elkezdtél meditálni, elkezdesz egy spirituális életet élni, és megpróbálod valójában tudatilag fölfedezni
ha kiléted, ki vagyok én, akkor kezded megérezni, hogy hoppá, én nem ez a szűk fej vagyok, nem ez a 40 centis váll vagyok, én nem ez a test vagyok, én valahol itt vagyok. És akkor rájössz egy érdekes dologra, hogy nem a testben van a lélek, hanem a lélekben van a test. És hogy én nem táplálhatom a lelket, hiszen ő táplál engem születésem óta. És rájössz arra, hogy ha bárhol felül a bárka, és alul a víz, vagy gálya, alul a víznek árja, mégis a víz az úr. És akkor fedezed föl tulajdonképpen, hogy a te életed játéka és vezetése, és azok a pici dolgok, amik veled történnek, a véletlenek, azokat valaki rendezi, valaki irányítja. És te tulajdonképpen ennek ki vagy szolgáltatva. És ez ellen kézzel, lábbal harcolsz és kapálozz. Mert te nem azt akarod, amit ő akar. Mert nem is tudod meg, hogy ő mit akar. Nem is keresed meg, hogy ő mit akar. Hanem téged elkábít az, amit látsz. A csillogó, villogó portékák, a csillogó, villogó kísértések és lehetőségek, és azoknak a megragadása és birtoklása, és a birtoklásnak az örme, és az minket annyira elvisz a lényünkkel, mert mi nem csak ezt a testet kapjuk, ember nem csak a testből áll. Az embernek van egy vitális lénye, egy életerő lénye, aki mindent uralni akar, aki több akar lenni, mint bárki más. Van egy értelme, egy olyan értelme, ami egy kincs, de ugyanakkor egy átok, mert tele van kétséggel, megöli a szívedben virágzó és csillogó hitet, rögtön lerombolja, tönkreteszi, és mi ezekkel az eszközökkel el vagyunk mellé. Egy kicsit mellékvágányon kezdünk élni. Valahogy mi nem tudunk összejönni a lelkünkkel. Ezért van az, hogy az ember a testét és a lelkét két külön dolognak tartja. És azt mondja, hát ő lelki életet élő egy más ember. Ez meg így, meg úgy. És ha megnézed a történelmünket ebből a szempontból, meglátod, hogy a régi jogik, a régi jóga útak, ugyanakkor a vallás útak is arra mentek, hogy ha Istent akarod, ha valóban Istent akarod, akkor mondj le mindenről. Akkor nem számít a test, nem számít a birtoklás, semmi sem számít. Erőszakkal folyts el minden magadba, és vonulj vissza. És ez a hit még ma is él. És ez egy buta hit. Mert a testet a lélektől nem lehet elválasztani. Mert a lélek nem hagyja, hogy elválaszd őt a testtől. Mert ő nem azért jött ebbe a testbe, illetve nem azért hozta össze ezt a testet a részeivel, hogy tőle elvegyed. Ő ebben, itt a Földön, ebben a testben akarja megtalálni, és a mindennapi élet terhei közt akarja a gyönyört megtapasztalni, és az isteni tudatosságát visszaszerezni, azt, ahonnan elindult ez a játék. Ahonnan elindult a játék, az nem más, mint az egység. Ahonnan elindult a játék, nem más, mint a gyönyör, a teremtés öröme. És aki bennünk van, aki bennünk él, ezt meg akarja itt, élő testben tapasztalni. Ez tulajdonképpen az emberi életnek a célja. Az emberi életnek a célja nem a birtoklás, az emberi életnek a célja a tudattágítás. És ennek a tudattágításnak minél nagyobb és minél nagyobb és fejlettebb állapotát elérni. Mi úgy képzeljük, hogy az emberi játékben van fejeződve. Születik az ember,
aztán valami cuna, aztán meg hal. És ezzel annyi. És egy embernek ennyi van, és ennyi is marad. De ez az evolúció nem erre megy ki. A földi evolúciónak a célja visszaszerezni az isteni tudatosságot. Az isteni tudatosságot pedig ki fogja visszaszerezni? Nézzek, mikor még csak állatok voltak, akkor te itt lettél volna értelmi megfigyelő lény, már akkor is kételkedtél volna, lehetetlen, hogy ezekből egy olyan lény legyen, aki gondolkodik, akinek víziója van, akinek tervei vannak, és azokat végrehajtja. És mi itt vagyunk. Mi mindjárt itt vagyunk, akik ezt meg tudjuk tenni. De nem állt meg a játék. Mi tovább megyünk. Te mit gondolsz, milyen lesz a jövő embere? Az evolúció következő lépcsője, ahol te el tudtál válni, és minél jobban, és minél följebb tudtál tudatilag menni a két lábon járó emlős állat testettől, és annak az igényeitől. Ha följebb tudtál menni az emberi vitális lényettől, aki csak birtokolni akar, és fölfele a tudatot tágítod, milyen ember lesz az? Az körülbelül egy olyan lény lesz, aki nem kell gondolkozzon azon, amit más már kigondolt. Az neki megvan. Mi elfelejtjük azt, hogy mi az egységből jövünk. Mi csak abban hiszünk, hogy ha a testeink külön vannak, akkor a tudatunk is külön van. De ez nem igaz. Ez nem igaz, ezt láthatod a mindennapokban. Láthatod az ember társaiddal, akikkel együtt élsz. Egyszerre gondoltok valamire, egyszerre csináltok valamit, elmész valaki mellett, és megjelennek a rossz gondolataid, ha ő rossz módusban van. Megjelenik benned a béke, ha elmész egy olyan mellett, aki az terjesztés éli. Mi nem vagyunk elválasztva tudatilag. Ez a játék minket becsap. Mi be vagyunk csapva. Ez az igaz. És mi ezt a becsapós játékot kézre vesszük, és belemegyünk, és éljük, és folytatjuk, és még jobban megerőltetjük, és tulajdonképpen a saját belső valóságunkat és természetünket erőszakoljuk. Mi nem úgy élünk, ahogy a szívünk diktálja, mi úgy élünk, ahogy az értelmünk parancsolja. És ez egy hatalmas nagy különbség. A lélek, amikor belénk született, illetve a lélek, amikor lejött a testbe, akkor tulajdonképpen Isten jött a testbe. És ezt nem lehet elválasztani. Az isteni tudatosság és a lélek, azok egyek. A lélek állandóan tudja a legmagasabb igazságot. A lélek képes beszélni az Istennel és az Istenivel. De a lélek bennünk csendben ül. És vár. És mi nem ülünk csendbe, hogy találkozzunk vele. Mi hangosak vagyunk. Mi robogunk, és rohanunk, és stresszben vagyunk, és ezt akarjuk, azt akarjuk, holnap megint mást akarunk, holnap után megint mást akarunk. De mi nem jutunk hozzá, hogy beszélgessünk vele. A csend az egyetlen eszköz, ahol meg tudod tapasztalni. Az emberi szív, értem alatt a szívcsakrát, az a rész, amely nem tartozik az egónkhoz, nem tartozik a külső lényünkhez. Ott tudsz találkozni a lélekkel. Ez pedig csak a csendben lehet megtapasztalni. A csendben meg tudod tapasztalni azt, hogy mit akar tőled a belső lényed. Mit akar a lélek? És azt szerint tudsz élni. Ha az ember megtanulja azt, hogy a belső vezetést és az élet színpadán a súgónak a hangját hallja, és nem önmaga rendezi a dolgokat és újra akarja írni erőszakosan a darabot, akkor csak akkor tud boldogulni. És ezt a dolgot mi figyelmen kívül hagyjuk. És csak ez az egy lehetőség van arra, hogy mi a testet és a lelket egyszerre éljük.
és egyforma mértékben tudjuk élni. Ehhez viszont nekünk beleszületett jogunk van. Minden embernek megvan a joga a boldogság. A lélek, aki téged irányít, a lélek, aki az erő, aki megszab mindent az életedben gyakorlatilag, ő soha nem akarja, hogy boldogtalan legyen. Az életben egyetlen egy tanulni való van, hogyan legyek őszintén boldog. És feltétel nélkül meg töretlenül. Ezt csak úgy lehet megszerezni, ha az ember magát érzi, önmagát. És önmagáról belül sokkal többet tud, mint a szomszédjáról. Ami ugye nem áll fönt jelen helyzet. Nekünk tulajdonképpen önmagunkba kellene mennünk. Nekünk önmagunkba kellene mennünk, és többet foglalkozni önmagunkkal. A gyakorlati lépés úgy néz ki, hogy meg kellene tanuld, hogy ki vagy te. Elfogad magad úgy, amilyen vagy. A sokféle emberi élet, amit átértél, ilyen-olyan tapasztalatokat hozott neked. Ilyen-olyan jó tulajdonságokkal fel vagy szerelve. Ilyen-olyan dolgok jönnek ki belőled, amit a lélek ki akar nyilvánítani. De még vannak azok a részek, amelyek nem tökéletesek. Mert bennünk van egy nagy sírás a tökéletesség után, és van bennünk egy nagy visszatartó erő, hogy ne változtassuk meg a tökéletlent. Ezt minden ember nap, mint nap átéli. Akkor is, ha nem fogalmazza így meg. Ahhoz, hogy mi ezen tudjunk változtatni, nekünk meg kell tanulni magunkkal bánni. Mi rosszul bánunk önmagunkkal. Mi rosszul bánunk, mi szidjuk magunkat, mi kárhoztatjuk magunkat, mi letoljuk magunkat, és mi nem tudjuk feldolgozni azt a dolgot, aminek semmi értelme nincs, a múltat. Mi sírunk és panaszkodunk a múltat, az időt vissza nem forgatja senki, meg a legfelsőbb borsunk. És te azon sérsz, hogy mit tettél, miért történt ez, hogy történt ez, és így tovább. Nekünk egyszer el kell fogadni önmagunkat. Ha minden nap a tükör elé állsz, reggel, szembenézel számodra a legfontosabb emberrel, és farkas szemet nézel vele 7 percen keresztül, és bemosolyogsz a legmélyebb részedbe, nézd meg, hogy napok alatt változik meg az életed. A szem, ahol be lehet menni a lélekhez. Honnan van ez a kísérlet is egyébként, hogyha két ember farkas szemet néz közelről egymásra, 10 percen keresztül csodálatos vagy borzalmas dolgokat látnak. Én ezt nem ajánlom senkinek, de magaddal, ha megteszed, akkor belőled jön. Ha megtanultad magadat elfogadni, ha megtanultad magadat szeretni, és azt a szeretetet állandóan érzed, és ezért hálás vagy, akkor a problémáid így mosódnak el. Miért? Mert a hála az oldószer, amely feloldja az ellenállást, ami által a lélek a felszínre tud jönni. Minden problémádat megoldja. Gondold meg, benned van az isteni lény. Pici formában vagy nagy formában, ez mind csak ilyen hitkérdés meg magyarázat, hogy mekkora a lélek. A lélek belefér a hangyába, de betölti az univerzumot is. Tehát ez nem egy anyagi, nem egy gondolkozni való dolog, ez egy érezni való dolog. És ezt pedig magadban tudod megérezni. Nincs más mód. Nincs erre templom építve, nincs erre vallás téve, hogy te a lelkeddel találkozz. Te a lelkeddel csak saját magadban tudsz találkozni. És én mondom neked, a lélektől pár másodperc élmény, amikor megérzed, hogy az mi, hogy ő ki, amennyit neked meg tud mutatni, hogy elbírja a tudatot, mert mindig annyit mutat meg,
amennyit kibírsz épészel. Mert az egy csoda. És ha pár másodpercet neked megmutatta, az egy életre szóló élmény. Az többet el nem felejted. Az a tiéd. És tudod, hogy mibe kell belenőjél. Tehát a lelki élet számunkra elkerülhetetlen ahhoz, hogy boldogok legyünk. Ez egy tény. De nekünk van egy testünk is. Mi a testet nem dobhatjuk el. Mi a testet nem hanyagolhatjuk el azért, hogy mi a lélekben boldogok legyünk és a gyönyört átéljük. Mindig szenvedni fogsz. Ha a testedet elhanyagolod, ha a testedet nem edzed, ha a tested izmai nem mozognak, akkor nincs meg az anyagi feltétel annak, hogy te boldog légy. Hiába találkozol a lelkeddel, te mindig csak sírni fogsz. Mert hol a térded fáj, hol a hátad fáj, az energia nem megy, hol a fejed fáj, minden bajunk van. A test az egy nehéz téma. Sokkal nehezebb a testet megváltoztatni, és a test tunyasága ellen föllépni és győzni, mint a lelket megtapasztalni. Azt könnyű. Mert ha képes vagy arra, hogy legalább egy hétig ne engedd be a híreket a fejedben, és zárd ki magadból az egész rendszert, ami folyik, és ne vigyél be új dolgokat, nézd meg egy hét után, azt mondod, hú, a meditáció az könnyű. Hát eddig mi nem tudtam csinálni? Hát azért, mert tele van. Már egy úgy tele vagy, hogy nem hagy téged békén. Viszont a testúnyosága ellen tenni, az kemény. Az kemény. Föl kell, ugye ahhoz, hogy meditálj, föl kell egykor, mikor még a világ csendben van. Mikor nincsen az atmoszféra tele mindenféle gondolatokkal, vágyokkal, indulatokkal, rossz dolgokkal, meg mindenféle zavaros dolgokkal, az mind a tudatodra hat. Ha csendben korán fölkelsz, akkor egy mást élsz. Igen, de a tested nem akar fölkelni. Mert ennek megvan a fizikai magyarázata. Ugye a vérben ott van a vas, az ágy mégse, a matrac pedig mágneses, akkor a kettő összeragad, és azt mondod, még 5 percet hagyjatok. Nem érdekel engem a magasabb tudat, csak hagyjatok aludni. Ezt mindenki tapasztalja, akinek teste van. Test nélkül majd könnyű lesz Istenhez menni, repdesni. Ugye, mikor az ember a lélek elhagyja a testét, akkor a földön még egyet körbe repdes, mindenfélét megnéz, megtapsolja a temetését, meg mindenféle ilyen furcsaság folyik, de ez lényegtelen. Ott már nem érdekes. Ott hiába vagy boldog. Attól minket elválaszt a halál. Nem a túlvilágért élünk. Mi azért kell éljünk, hogy a mennyország itt a földön, most, jelenben legyen meg. És hol? Ahol a legnehezebb. Hol a legnehezebb boldognak lenni, békében lenni? A családban. Ez szomorú, de így van. Miért? Mert ott akarjuk egymást megváltoztatni, nem önmagunkat. Mi mindig a másikat akarjuk tökéletesnek látni, mert az az enyém. Az én gyermekem, az én férjem, az én akármim. És akkor neki olyannak kell lennie, ahogy én azt látom, én tudom jól, hogy ő mitől lesz boldog, és akkor erőszakoljuk egymást. Nem szeretjük, terrorizáljuk egymást. Reggeltől este? Ez nem oké. Foglalkozz magaddal, menj magaddal, és az alapelv mi, amilyennek szeretnéd látni a világot, azt valósíts meg magad. És ha te a világban azt szeretnéd, hogy mindenki szeretetteljes legyen, toleráns legyen, békés legyen, akkor te magad légy mindenkitől függetlenül szeretetteljes, békés, toleráns. Mert akkor tettél valamit a világért. Nem másokon, hanem magadon. És a lélek ezt várja tőlünk. És ha ezt elkezded, ezt a játékot, akkor a lélek jön az erejével, és előtted mindent elrendez. Látom az embereket, akik neki fognak spirituális életet élni,
úgy forognak a dolgok, úgy pörög, minden változik az életemben, milyen csodás életem van. Addig ez nem volt. Miért? Mert jön belülről a lény, akiben te tulajdonképpen élsz. Nem igaz, hogy ő benned él, akiben te élsz, és ő mindent rendez, és egyengeti az útodat. És ezt mindjárt számára egyforma feltétellen adott. Minden léleknek egyforma az esélye. A lélek különbség nincs a lelkek között. Sem az, amelyik az ásványiban él, sem az, amelyik az én kutyámban él, sem az, amelyik a fában él, sem köztem. Semmi különbség. Képzeld el? Az egy különbség a lelkek között csak az, hogy ki mennyire képes kinyilvánítani az isteniségét. És természetes, hogy egy emberi és emberben élő lélek, aki végigment ezeken a fázisokon, az többre képes az isteni kinyilvánításban, mint egy olyan, amelyik még alszik az ásványi. Igen, az én időm lejárt. És én hálásan köszönöm, hogy ilyen türelmesen végighallgattatok. Ennek megint a széknek a mágnesessége valószínűleg az oka. és kívánok nektek minden jót. Kint megtalálhattok, van itt egy könyvem, Sorsnavigátor gyakorlatokkal, hogyan tud megváltoztatni az energiaháztartásodat, hogy azt szerint élj, hogy veled mindenki kedves legyen. Mert ez csak egy lelki kérdés. És ha te magadba változtattál, ők muszáj változtassák. Ez törvény. Ez egy törvény. És mi nem vagyunk különbözők. Úgyhogy itt találtok nálam meditációkönyvet, mindennapi meditációkat, és minden ilyesmit itt kint. Köszönöm a szépen.